Köszöntöm Önöket, ez a Weekend már javában tart a farsangi időszak, erről is szólunk a mai műsorban. Első vendégem Árgyellen Edina, már itt ő velem szemben, a stúdió másik szegletében pedig óvónénik és óvisok alkotnak farsangi témában különböző maszkokat például, hamarosan átmegyek majd hozzájuk, de előtte Edinával beszélgetek a táncfarsangról. Szia Edina! Szia, köszöntöm a nézőket! Hanyadik alkalommal szervezi meg a Móricz Zsigmond Színház ezt a rendezvényt, és egyáltalán mi a célja ennek a rendezvénynek? Ez már a 13. táncfarsang, úgyhogy egészen hosszú hagyománya van. A célja az, hogy végre elűzzük a telet mi is, és mi is részt vegyünk a farsangi mulatságban ilyen módon. Az egész rendezvényt egy hatalmas táncgála nyitja, ahol az Nyíregyháza színejava a tánc világából jelen lesz. Lesz néptánc, modern tánc, balett, illetve a Felszaladt a páva című tehetségkutató műsorból is, mert nagyon pici és nagyon ügyes gyerekek is ott lesznek. Úgyhogy ezzel indulunk majd, lesz két nagy színpadi és három kamara színpadi produkciónk. Miért tartott fontosnak amúgy ezt a rendezvényt? Mennyire mozgatja meg akár a művészeket, vagy az érdeklődőket? A színhely célja az, hogy a színdarabokon túl mindenféle alternatív kulturális programot nyújtson, és ez pont az, és azt gondolom, hogy mindenki, aki a néptáncot szereti, aki a balettet szereti, mindenki megtalálja a kedvére valót ez alatt a három nap alatt. De nem feltétlenül csak a nyíregyháziak fognak fellépni a színpadra, hanem lesznek országosan ismert és elismert húzó nevek is. Így van, itt lesz Grecsó Zoltán koreográfiájával az Egyfauna Alkonya, itt lesz a Bozsikivett társulat, ők az ST című előadást hozzák, és az én egyik személyes kedvencem a Szegedi Kortárs Balett előadásában, a Carmina Burana, a jól ismert Karl Orff által szerzett dalokkal, amire már alig vannak jegyek, illetve záróeseményként itt lesz Barkóczi Bea, aki pedig a Kelet hangulatát hozza magával ide hozzánk. Őt már hál' Istennek mi nagyon-nagyon jól ismerjük. Volt már itt vendégem például a Weekendben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a megyebeli érdeklődők Beát is meg szeretnék majd nézni a színpadon. De hát adott a kérdés, hogy melyik színpadon? Gondolok itt arra, hogy a táncfarsang az mennyire nagyszabású tényleg a színház életében. Csak a nagy termet használjátok, vagy bevonjátok a kisebb termeket, akár mondjuk a művésstúdiót, a kamarát, hogy szokott ez kinézni szervezési szempontból? A táncgála az a nagy színpadon lesz, ezután még ugyanezen a napon ott lesz az Egyfauna Alkonya a Krúdi kamarában. Másnap, de tehát a következő február két 8. nap, igen, 8-9-10, és a következő két nap lesz még egy előadás a nagy színpadon, és még kettő a kamarában, de közben ugyanúgy mennek a színdarabok is, úgyhogy nagy lesz a mozgás a színházban. Mennyire nehéz leszervezni egy ilyet? Hány hónapja szervezitek a táncfarsangot? Hiszen már 13. alkalommal szervezitek, tehát van benne rutin, ám mégis azért gondolom nem egy hete kezdtétek el szervezni ezt a dolgot február 8-ára. Igen, hát rengeteg segítségünk van, többek között a Nemzeti Táncszínház, és egyébként pedig a tapasztalt kollégek és kolléginák azok, akik nagyon jók már ebben. Ugye nekem ez lesz az első táncfarsangom, úgyhogy kíváncsian várom, de hát azért 13 év az 13 év. Mennyire mozgatja meg a táncfarsang mondjuk a kollégákat? Nem feltétlenül a szervezőgárdára gondolok, hanem mondjuk a színtársulat, tehát a társulati kollégákat érdeklődnek, bekapcsolódnak. Hogy látod, mennyire zsizseg most a színház? Hát aki csak teheti, ez be fog ülni az előadásokra, ez teljesen biztos. Nyilván igazából a színészeink beülnek mindig arra, ami aktuálisan megy a színházban, legyen szó akár borés irodalomról, akár egy saját előadásunkról,
úgyhogy mindenki nagyon várja már. Említettél egy darabot, vagy egy előadást, amire már-már alig vannak jegyek. Mennyire fogynak amúgy a jegyek? Mennyire tudják az emberek, hogy február 8-án idén is, vagy február 8-ától idén is lesz táncfarsang? Hát igyekszünk teleszórni vele a sajtót és a várost. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan tudják, mert nagyon hamar fogynak a jegyek, úgyhogy reméljük, hogy mindenhol teltház lesz. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, február 8-ától pedig akkor hajrá mindegyik színpadnál és mindegyik társulati előadásnál. Önöknek pedig készültünk egy összefoglalóval, eléggé aktuális témában jelentkezik a Kreatív Műhely újabb része. Január, február, megható pillanatok, no nem feltétlen egy-egy esemény miatt, hanem az időjárás miatt. Mondhatni, csúnya szóval, eléggé taknyos ez az időszak, nem tudom, hogy vagy vele, Veronika? Még engem az idén elkerült a nátha, de karácsony előtt vele találkoztam. Igen, voltak azért nehéz pillanatok az elmúlt időszakban. Jó néhány embernek otthon van a 100-as papírzsebkendő, és mindig hozzá nyúlunk. Én megmondom őszintén, én ahogy megveszem a 100-as papírzsebkendőt, az adott megfelelő polcra, szekrényre ledobom azt a bizonyos papírzsebkendő tömeget, és onnan veszem. De az olyan nem túl dekoratív, valljuk meg őszintén, és arra gondoltunk Veronikával, hogy készítünk egy csodaszép, gyönyörű papírzsebkendő tartót, még most így január vége felé. Szerintem jót fogunk megint együtt alkotni, végre ismét együtt. És Attila után. Nem mint hogyha a fiúk nem lettek volna ügyesek, de már hiányoltalak. Ezt meg kell, hogy mondjam neked. Kolléganőimnek is mondtam, hogy nem, már remélem, hogy együtt fogunk dolgozni most a papírzsebkendő tartón. Ez egy fekvő papírzsebkendő tartó, tehát több fajtája van. Én ezt szeretem, én otthon ezt használom praktikusabb, mind a két gyereknek van ilyen az ő kedvenc mintáikkal. Most egy kicsit ilyen semlegesebb mintát fogunk rárakni, de egy vintage stílusban fogjuk ezt elkészíteni. Ilyen áfonyakék virágokkal díszített risszalvétát fogunk majd rárakni. És előre kivágtam neked már belőle egy pont a tetejére illő darabot. Essünk neki! Az ecsetgyilkosságot most kerüld el, jó? Megnézem biztos, ami biztos, tessék. Oké, tehát akkor alapozzuk, de csak a tetejét, vagy az oldalát mindenhol is? Mindenhol az oldalát is. Na, akkor essünk neki. Széles ecset mozdulatokkal, tudod, ahogy? Mert ki eltanultál? Olyan régen csináltad, hogy már rá is felejtetted, hogy hogyan kell. Húzd végig az ecsetet hosszába. Így teljesen? Teljesen. Vegyél, több festéket lehet venni, és akkor húzd végig nyugodtan. Tehát teljesen az egész hosszában húzd végig. Meg is van a lealapozott kis dobozunk, ugye leendő papírzsebkendő tartunk, de mi jön most ezután? Jön rá a country cake az oldalára. Jó? Tehát a country cake-kel légy szíves fest körbe. A tetejére nem, az marad ilyen fehér, és arra figyelj, hogy a szélére ne húzódjon fel a kék. Country tánc közben menjen a név miatt? Ha megy, akkor mehet. Jó, magas labdát dobtam fel. Hogyha tudod, akkor lehet közben táncolni is, hogyha szeretnél. Vízbázisú, nem vízbázis alapú, hogy működik a festék, mennyire használjak vízes ecsetet, száraz ecsetet? Száraz ecsettel festünk, tehát akrilfesték, vízbázisú akrilfesték, ez is, amivel korábban dolgoztunk, száraz ecsettel, hogyha az ecsetet használjuk, amit... Nem olyan durva, mint a múltkori, csak ilyen kis finom nőies volt. Próbálom szépen festeni, viszont ott az alapozás az előjön, az nem baj, úgyis csiszoljuk majd viszont minden. Hosszú, széles ecset mozdulatokkal, és akkor szebb lesz a festéssel is. Az egyik kedvenc színem az ez, a másik pedig ez a vintage. Így elég ennyire? Igen, jó. Szerinted? Még ott egy picit fentebb húzhatod. Tehát a tetejét azért nem festjük le, tehát azért mondtam, hogy vigyázz, hogy ne húzd fel a felső részre, mert akkor a részszalvétán alatt csúnyán át fog ütni a kék. A kék. Így jó. Így van. Így jó, igen.
4-5 mm-nyi helyet, és most jön a hosszabb rész. Hölgyeim és uraim, dobpergést kérek! Készen van a doboz széle, vilekente szépen egyenletesen. De azért még itt ott megnéztem, hogy hol van, ahol esetleg egy pár ecsetvonás még ráfér, és a tetejére fogjuk most ragasztani majd a rizsszalvét, az előre kivágott rizsszalvét. Jó, mert ezt is széles mozdulatokkal, és ami esetleg egy picit lelógna a szélén, azt nyugodtan kenhetem az oldalára, hiszen mondjuk a country kék festék az nem ért teljesen fel. Nem ért fel. Látod, ezért mondtam, hogy nem szerencsés a kéket ideig felhúzni, mert akkor az átlátszik már alatta. És akkor ezt is lépjünk. Igen, nem kell, ezt sem kell vastagon. Kent szét, amit felvettél az ecsetre, kent végig szépen az egész részt, és akkor nem jó, hogyha sok ragasztó megy alá, az sem jó, hogyha kevés, mert akkor felválik a papír. Az sem jó, hogyha túl sok, mert akkor pedig... Mindjárt sírok, Veronika. De jó ez. Nem fogom tudni megcsinálni. Dehogy is nem. És akkor most csak is szimplán hajtsam rá, és akkor ott van, kimaradt egy rész. Igen, látom. Jó, és akkor mehet rá. Hajtsd rá a tetejét, és kész. Jön a következő fázis, a tetején. Te jó ég, ez után milyen még? Nem olyan biztosan. Mikor vágjuk ki ezt a legvégén, majd ráért? Én azt gondolom, hogy a legvégén célszerű, addig haladjunk a többi részet. Én ezt mondtam, hogy ezt picit meg kell mozgatni, hogy ne ragadjon be a festéktől, mert hogy utána akkor nehéz lesz belerakni a zsebkendőt. Igen. Tehát csináltuk egy tök szép dobozt, amit funkcióját, semmire nem tudunk használni. Funkcióját akkor nem, most sikerült ezt elérni? Tehát összeragadt, hogy jó, oké. Akkor megnyugodtunk. Nem, megmozgattam is utána, nem. Na, most jön az érdekes része. Ez egy vintage effekt. Most jön ez a tejszerű viaszos valami. És ott, hogy csak egy ilyen nagyon érintőlegesen. Igen, tehát éppen, hogy ott, csak egy ahol kicsit. Vissza szeretném csiszolni, ott egy picit végig fogjuk kenni. Megszáradt a vintage effect réteg, meg kell szárítani, tehát vagy meg kell várni, hogy megszáradjon rendesen, vagy meg kell szárítani, és utána tudjuk a következő réteget felkenni. Tessék, Vivi, a tiéd lesz. Ez pedig ismételten egy feladat, fehér. Ami már egyszerűbb. Festeni kell. Most már teljesen tökéletesre száradt, tehát a minden oldala él, és akkor lehet csiszolni. A csiszolásnál széles mozdulatokkal visszahúzzuk a felső. Na de mennyire, mert ugye most két fehér réteg rákerült. Attól függ, miért szeretnél. Hogyha egy picit visszafogottabbat, akkor nem fogod visszacsiszolni nagyon. Hogyha szeretnék, hogy jobban látszódjon a kék, akkor látod, egy picit erősebben rányomod, és akkor visszahúzod. Ez a Cola spray, ez egy szilikon alapú spray, és ilyen ragacsos lesz a stencilünk tőle. Ennek az a lényege, hogy rá rögzíti a stencilezendő felületre, és nem folyik alá a festék. Vagy papíron, vagy a kupak tetején a festéknek a nagy részét leütögetjük, és aztán elkezdjük ugyanezzel az ütögető mozdulattal a stencilünket is leütögetni. Reméljük, a kis kamera így mozog közben. Hát ezt kipróbálhatom. Tessék, ez annyira izginek tűnik. Még van négy oldala. Ne vegyél fel többet. Miért? Elég van ennyi? Rajta. Kész? Na. Na, mert én közben húzom is, de akkor inkább is. Csak nem baj, hogyha húzod, jó. Úgy is lehet. Na, és akkor így... Nézzük meg óvatosan fel. Emeljük és nézzük meg.
Lényegében kész van a papírzsebkendő dobozunk, vagy papír... Zsebkendőt tartunk. Bocsánat. Na itt van, drágni fogsz. Lényegében elkészült a papírzsebkendő tartónk. A közepét lényegében szikével, és a széleit is lesimogattuk ezzel a ragasztóval. Bent. Annyit érdemes még tenni a végén, amikor már kész van a stencilezés, hogy lelakkozzuk. Én ezt egy matlakkal lakkoztuk le, tehát egy mattal. Én azt gondolom, hogy ez illik a legjobban ehhez a felülethez, vagy ehhez a részhez, és akkor innentől kezdve lehet papírzsebkendőket használni. Remélem, hogy tetszett önöknek is ez a mostani kreatív műhelyes rész. Ne feledjék, a következő az már február elején lesz látható, akkor már a Valentin napra hangolódunk. Szívecskék bőségesen lesznek, úgyhogy várjuk önöket akkor is Veronikával. Ahogy ígértem, elsétáltam a stúdió másik szegletébe, ahol óvónénik és óvodások alkottak az elmúlt percekben, míg én beszélgettem Edinával, illetve önök nézték a kreatív műhely aktuális részét. Még mielőtt nagyon belemelegednénk abba, hogy a gyerekek, konkrétan Tuza Dorina és Tóth Panna miket alkotnak itt a stúdióban, kérdezem az óvónéniket, először is Helmeci Zoltánné Ildikó nénit, hogy mit is ünneplünk ilyenkor, hiszen úgy említettem ugye az egész időszakot, farsangi időszakot a műsor elején, a beköszönésnél, hogy már javában tart, de honnantól tart ez a farsangi időszak? Hát ez a farsangi időszak vízkeresztől tart, hamvazó szerdáig, vagyis a húsvét előtti 40 napos böjtig tart. Ez egy nagyon termékeny időszak, és nagyon várjuk. Végül is ez egy nagyon ősi ünnep, ez a farsang, ez egy ősi tavaszváró ünnep. A télnek és a tavasznak a szimbolikus küzdelmét jelenti végül is. Hát jellegzetessége a jelmezbe öltözés, az állarcok mögé bújás, és az óvodában is nagyon várják már a gyerekek ezt az időszakot, és a nagy eszemiszom, a táncolás, mert az őseink is nagyon várták ezt a megújulást, a természetnek a megújulását, hogy a téli szürke hétköznapok után jöjjenek a vidám napos időszakok, és táncoltak, énekeltek, nagy zajkeltéssel űzték el a telet kolompolások, dobolásokkal, ritmus játszó hangszerekkel. Én azon gondolkodtam, hogy volt-e óvodában, vagy kisiskolás koromban valami ekte farsangi mondóka, vagy dal. Ilyet tud nekem esetleg Ildikó néni? Itt a farsangállóban ez a legkedveltebb ének. Erre nagyon szeretünk zenélni, táncolni, és olyan tehát verseket szoktunk mondani. Táncolunk, énekelünk egészen január elejétől, várjuk a farsangot, hiszen a tánccal, a zenével, a kolompolásokkal, a zenéléssel el akarjuk űzni mi is a telet, és nagy eszemiszomokat régen is rendeztek, és ezzel pedig a jövő évi terméstől vártak bőgazdag termést az emberek. És különböző, tehát én néphagyományőrző vagyok az óvodában, a csoportunk néphagyományőrző a kartásnőmmel együtt, Terikével, Szabó Lajosné Terikével, és a gyerekeknek el szoktuk ilyenkor mondani a népszokás részét a farsangnak, hogy régen hogy ünnepelték a farsangot. Hát hogy milyen vagy szokások szép ruha, voltak. Vagy beöltözés igen, volt. Igen, a beöltözés, igen. A szép ruhákban, a tánccal, zenével, szép ruhákban, állarcokkal ünnepeljük, és hát egy-két népszokást is el szoktunk mondani. A villánycsúfolást, amikor ilyenkor kicsúfolták a legényeket, a lányokat, aztán azt is el szoktuk mondani, hogy ilyenkor a lányok bokrétákat adtak a fiúknak, és a legkedvesebb lánynak a bokrétáját tűzték a bálokon a kalapjukra, és ilyenkor szoktunk farsangi fánkot sütni az óvodában, aztán
különböző süteményeket, a szülők nagyon sok segítséget nyújtanak ebben, várják a szülők is ezt az ünnepet. De hát a gyerekek talán a gyerekek. Igen, már igen, mert azért látom Dorinánál, az Pannánál is, hogy azért serényen már szinte rutinosan készítik itt a dolgokat. Különböző technikákkal, igen, hogy minél vidámabb, minél színesebb legyen, minél csillogóbbnak legyenek ezek az állarcok, szemüvegek, és ezekben ezeket fölvéve énekelünk, táncolunk, verselünk hetekkel előtte. Készülnek a jelmezek. Igen, azt gyerekek. Nézem tényleg, hogy annyira rutinosan csinálják már itt a csajok a különböző állarcokat. Szabó Zita Brigitta is itt van velünk, szintén óvónéniként. Milyen technikát, milyen alapanyagokat szoktak ilyenkor használni az óvodákba, hiszen azért gondolom, nagyon pici az olló, nagyon-nagyon óvatos a ragasztó, mire kell odafigyelni a gyerkőcöknél? Ilyenkor nagyon változatos alapanyagokat használunk, és minél érdekesebb, színesebb, csillogóbb eszközöket, mert ugye a gyerekek szeretik, hogy egy kicsit a karneváli hangulatot idézi elő. A tollaktól kezdve a flitterekig mindenféle csillámport használunk, illetve csillámzselét szoktunk még, és az intézményünkben nagyon színvonalas művészeti nevelés folyik. Van kézműves műhelyünk is, a tagintézmény vezetőnk Hegedűsné Balogh Anna tartja, és ezért ilyen kis ügyesek ezek a gyerekek, mert ők is járnak a vizuális műhelybe, és nagyon ügyesen alkotnak, és jó eredményeket szoktunk elérni, mert versenyekre is járnak. A kollégák lehet meglepődnek, de én Dorinát megszólítom. Szia, Dorina! Csinkem! Jaj, nem mondd az, hogy csokkolom, inkább csak maradjunk a Szia-nál. Figyelj csak, mesélj nekem arról, hogy te milyen színeket használtál. Használtam tollakat, csillámot, gyöngyöket. És ugye az alap, amit most elkezdtél, ez egy sárga kis állarc lesz. Ó, micsoda csillám áradat. Látom, a csillám az tényleg rengeteg mennyiségben van rajta. Mit szeretnél még rárakni? Szeretnék vágni ki a... Ilyen kreppapírt szeretnél még rárakni? Nem kreppapírt, hanem belőle ki tudok vágni koronát, szívecskét. Aha, megmutathatod nyugodtan oda a kollégámnak, hogy mit alkottál. Fordíts ki nyugodtan, hogy meglássa. Ő is, a kamera is. Uaj, milyen szépet alkottál. Közben Pannát is kérdezem, hogy te milyen dolgokat alkottál itt az elmúlt percekben. Szia! Szia! Na, ő már szia mondott. Te mit csináltál? Milyen anyagokat használtál? Te is csillámot azt szereted, azt látom. Színes tollakat, fitteket, meg papírt. Na, és látom, hogy neked is nagy kedvenced a sárga alap. Mit szeretnek még a gyerekek, a csoporttársaid, ovistársaid? Hát, ők is nagyon szeretnek kézműveskedni, csak egy gyerek nem. Ó, ez az egy gyerek majd belejön az évek során. Zita néni, nem feltétlen csak állarcokat készítenek a gyerekek, hanem vannak ilyen különböző kis figurák, amik már a farsangi időszakban készülnek. Szeretik a gyerekek a bohócos, kis mutatós kézműves dolgokat is. Rengeteg bohócos verset is tanulunk hozzájuk, illetve van még egy kis aranyos bohócunk, ami szintén így fejre áll, és lehet forgatni minden irányban, illetve egy kicsit a velencei karnevál hangulatát idézi ez az állat, úgyhogy nagyon változatos technikákat és eszközöket használunk. Minek költöznek be manapság a fiúk, lányok az ovikba? Vannak most ilyen nagyon nagy kedvelt figurák, mint például az én gyermekkoromban nagyon szerettek a fiúk, nem is tudom, ilyen ninjának beöltözni. Most is a ninja a menő. Aztán pókember, a fiúk. Akkor a képregény hősök megmaradtak. A lányok főleg hercegnőknek, királynőknek szeretnek. De körülbelül ilyen. Igen, ezek a modern mesehősök. Bérelnek jelmezt, vagy éppen a szülők maguk otthon elkészítik? Mi a legjellemzőbb, őszintén? Hát nálunk az óvodában van jelmezkölcsönzés, és főleg az nagyon kedvelt, úgyhogy igyekszünk beszerezni a
több csoportban is működik jelmezkölcsönzés, és ott válogathatnak a gyerekek és a szülők egyaránt. És hogyha valaki esetleg felkapta a fejét, hogy itt beszélünk egy csoda intézményről, nem mondtuk el, hogy a Margarita óvodáról van szó. Én nagyon szépen köszönöm az óvónéniknek és óvodásoknak is, hogy itt alkottak a Weekendben. Legkésőbb egy év múlva találkozunk. Ti akkor óvisok lesztek még? Egy év múlva? Hát igen, szerintem. Már iskolába, ugye? Már iskolába fognak. Ó, hát akkor nem találkozunk jövőre, de jövőre is készítsetek különböző állarcokat, és hogyha tehetik, akkor önök is mindenképpen. Nem sokára jövünk vissza a Weekend második részével.